két év alatt soha ennyi emlékszem, és én nem ültünk össze. Köszönöm mindenkinek, aki ma eljött, azért, hogy együtt dicsérjük a Jóistent. Novák István plébános köszöntőjével kezdődött az október 9-i Szentmise Jászberényben, ahol Böjte Csaba ferences rendi szerzetes volt a celebráns. Az atya beszédében a család fontosságáról és a gyermekek szeretetéről beszélt. Igen. Arra születtünk, hogy gyümölcsöt teremjünk, maradandó gyümölcsöt. Böjte Csabát sok helyen úgy titulálják, hogy az elesettek és a gyermekek barátja, a Jézusi szeretet megélője és átadója. Az általa létrehozott Dévai Szent Ferenc alapítványt a Kárpát-medencében, s azon túl is ismerik. Tevékenységét tekintve Erdélyben a sanyarú életkörülmények között sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekeket karol fel. Isten szeretetéből neveli, formálja és iskoláztatja őket. Sokféleképpen lehet apának lenni, a legtöbb ember a test és a vér kívánságából lesz édesapa. Hát én úgy lettem, hogy Szent József, ugye Szent Józsefnek mondta a Jóisten, hogy ne félj befogadni Máriát, kis Jézust, mert az a Szentlélektől van, és József hát nem a saját vér szerinti gyerekére, de mégis igen mondott. Na én is így mondtam, Isten akaratából igent ezekre a gyerekekre, és tudom bizony az első egy-két gyereket befogadni olyan félelmetes, vagy hogy olyan nagy dolognak tűnik. Tehát ugye itt a fiataloknak is elmondtam, hogy hát az első kislányt elhozták hozzánk, egy 10 éves kislányt. Tehát, hát hogy mondjam, első reakcióm nekem is az volt, hogy most mit keresne itt a plébánián. Hozta a néni az állomás, ott találta, mondta, hát ezt maga találta. Vigye haza, legyen magáé. De mondta, hogy elhagyja a férjét, mondta, engem a püspök fog elhajtani. Tehát első reakcióm nekem is a nem volt. De aztán, amikor ezt a kislányt megfürdettük, és szépen felöltöztették, és egy asztalhoz ültünk vele, hát oda akkor már nem tudtam volna kirakni. És ugye ez első pár gyerekre, hát így az ember gondolkozva mondott igent, hát most már több mint 5000 gyereket fogadtunk be, és én azt mondom, hogy ennél csodálatosabb dolog nincsen. Akkor kérdezik, hogy a 21. század magyar társadalmának, ha én lennék az orvosa, mit írnák receptre, azt írnám gyerek. Mert jó dolog gyerekkel lenni. És nem csak azért, mert egyel többen vagyunk, hanem azért, mert az ember élete megváltozik egy gyerek jelenlétében. Tehát az a jókedvű, vidám kis lurko, oda bújik hozzád szeretettel, olyan forrásokat fakaszt az emberbe, amiről nem is tudott. Tehát, hogy amikor egy gyerek születik, akkor egy édesanyja is születik, édesapa is születik a világra, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy merje beledobni magát ebbe a nagy kalandba, a gyermekvállalás kalandjában. Böjte atya szerint a boldogsághoz vezető út receptje a gyermek. Azok a családok, akik nem élik meg a boldogság perceit, rövidebb, hosszabb időre elengedik Isten kezét. A ferences szerzetes szerint úgy érdemes élni, hogy Isten kezét fogva átsegítjük egymást az akadályokon, és közben törekszünk egy boldog, szeretetteljes életre. Próbálnak meg mindent jókedvel, derűvel csinálni. Általában egy dolgot ugyanannyi időkbe kerül, hogyha rossz kedvel, zsumogva csináljuk, mint hogyha örömmel. Tehát ez az öröm, ez legyen egy olyan ruha, amit reggel tudatosan magunkra öltünk, a jókedv, a vidámság, a derű, egy kis pajkosság, na, tréfás jókedv. És a harmadik dolog, amire tanítottam, vagy próbáltam tanítani őket, az, hogy ne engedjék el a Jóisten kezét, hogy Isten társaságába éljék életüket. A ceremóniát a Csíkszeredai Rólzenekar egyházi dalai kísérték végig, mely segített abban, hogy Csaba testvér szavai a lelkekig hatoljanak. A ferences szerzetes szerint egyedül csak pengő érzés, zengő cimbalom az ember. Mindenkinek szüksége van a szeretteire, testvéreire, társaira.